Én azt mondtam nekik annak idején, amikor még te nem voltál itt, hogy úgy, ahogy festők csinálnak magukról önarcképet, rájöttem, hogy filmen is lehet, vagy hangulatában, szóval vagy elmeséled azt a hangulatot, ami körülötted van, vagy pedig történésben elmesélni valamit magadról, amivel ahogy Adit idézem neked, megmutatod magad másoknak. De az nem önarckép, hanem portré. Na, igen, de miután te magadról csinálod, portré akkor, hogy egy másikról csinálod. Hát egy nevezhetem önportrénak is. Hajszányi különbség van ebből. Tehát szerintem az ember magának csinál magáról egy önarcképet, akkor ez érthető. Hát azért, másnak azért igen nehéz egy önarcképet csinálni. Tehát fölösleges, úgy értem. Tehát egy macskát berakok, akkor azt csak én tudom, hogy macska, az én macskám. Hát az attól függ, hogy kiderül az te macskát, hogy van-e viszonyod azzal a macskával. Ha a macska ott van külön, az akkor ez egy macska. Ha a macska rádugrik, hozzádugrik, te adsz neki valamit, adsz enni, vagy megsimul, akkor ez a te macskád. Hát éppen arról van szó, hogy ha a macskán keresztül akarod magad kifejezni, akkor a macskához való viszonyodat mutatod meg. Don't do that. Don't do that. Don't do it. Don't do it. Don't do that. Don't do that. Don't do it. Don't do it. Kedvenc állatom a tigris. Vagy a izép, a szövet tigris, igen. És gyűjti a Mickey Egeres sapkákat. Igen. Nagyon vidám. És hajas. Életvidám. Jekszik legalábbis. Igen. Vagy egy éppen barátnője. Vagy volt. Vagy legalábbis szereti a nőket. Igen, aztán. Mit jelentett nektek a behúzások? Ja, hogy ennyi mindent csinál. Tessék? Nekem az, hogy ennyi mindent csinál. Szóval, hogy ennyi minden hobbija, vagy dolga, vagy ilyenek. Vagy pedig gyűjti a CD-ket, vagy a kazettákat, és akkor így halad, egyre több van neki. És te mit szerettél volna, hogy kifejezzem? Nem CD-kre gondoltam, az egy dolog a sokból. Ez a sok strigula, ez egy-egy tényezője az én életemnek, és úgy ez vagyok én.
Tehát ugye végén meg is volt, hogy a strigulákban kijött az, hogy én. Az ötletet jónak tartom, hogy nem tudom, hogy mit strigulázol, ezért jó, hogy... De a nők például nem eléggé jön ki nekem. Nem is akartam ebbe a filmbe teljesen belerakni. Tudom, de hát azért az is egy strigula. Az is egy strigula, benne volt, mert jó, ezt mondjuk nem lehet tudni, ez a rengeteg rajz, ami benne volt. Van otthon egy szekrényem, és aki bejön a szobámba, mindenki valamit rajzol, vagy ír a szekrényemre. És ebből volt legalább egy 15 részlet, és a 15-ből mondjuk, hogy 14-et lány rajzolta. Úgyhogy ebből így benne voltak. Ezek nekem jelentenek valamit, ezek a rajzok. Ez a vicc, ezen pillanatban ezen akarok vele csak vitatkozni. Az összes komponenseknek élesebben meg kell jelenni, hogy nekem muszájon arra asszociálni, nem kell megmagyarázni. Uh-huh. Nekem muszájon arra asszociálni. Érted? Uh-huh. Mert most ez például a rajzok, az egy játékosságot, és akkor úgy hirtelen elkezdek gondolkodni, most ezek gyerek rajzok, vagy te, de a gyerekes, játékos öröm, ez benne van. De az, hogy ezt nők rajzolták, Nuku, azt te tudod. Ezt vagy elmondod, vagy nem mondod el, de néha bevillan valamilyen izét. Látszott, legalább háromszor vagy négyszer látszott egy aláírás. Hogy a Dini is mondta, hogy Réka, hát ja, én tudom, Réka csak volt az egyik aláírás. Én tudom, hogy ezt te írtad, te csináltad róla a rajzot. Jó, jós, igen. Pontosan erről beszélek, hogy amiről beszéltünk már, hogy a film csinálásban a legnehezebb dolog, abban a pillanatban, mikor nem egyszerű dokumentumfilmről dolgozunk, hogy leközvetítsük a lényegét azoknak az asszociációknak, amit el akarunk érni. Uh-huh. Meséltem nektek a történetemet, amikor vitatkoztam a Szevaszveráról Kaposváron, nem? Na. Nem? Na, hát nekem az az alapélményem, ebből pedig az hát egy, hogy mondjam, csak nem egy videóklipnyi film, hanem az egy teljes film, és másfél óra vita után fölállt a helyi közértnek a vezetője, és azt mondta, hogy jaj, drága Herskörtnek, milyen jó volna, ha maga minden előadás után eljönne, most annyival jobb ez a film. Tudnélik, az összes kérdésekre megkapták a válaszokat, és akkor visszagondolva, mint ahogy ha te azt mondod, hogy ezt a nők rajzolták hozzá, akkor hű, de jó ötlet. De miután ezt nem tudom, ez nem jön le, tehát kell találni az adott stíluson belül, szóval nem kell elmagyarázni kezem feje, hogy ez, de az adott stíluson belül vagy be kell villanni a nők, nem tudom, ezt rád bízom, szóval azokat az asszony, és különös azért, mert nagyon jónak tartom ezt a strigulázást, és akarom élvezni, hogy aha, előbb akarom felfedezni magamba érzelmileg, mielőtt ki zoomolsz, és ott azt jelenti, hogy ez vagy te. 2, 3, 4, 1. Yeah. Okay. Don't do it. Don't try to. Don't do that. Don't do that. You got a good thing going. Utolsó kép, ez nekem sohasem fog igazán érthetővé válni. Örökké süt a nap nekem, nem egy szép kép. Hát erről van, az, hogy örökké süt a nap nekem, azt oda ráírhatnád erre a képre, de akkor se működne ez a kép. Az öreg Nádasdi Kálmán, ha ez nektek mond valamit, operaházi rendező volt, és az egyik rektora volt a Magyar Főiskolának, és azt mondta a növendékeinek nagyon okosan egyszer, hogy egy szék nem akkor üres, ha üres, hanem ha valaki ült rajta és fölállt.
Rómeó, miért vagy te Rómeó? Csak neved ellenségem, nem magad. Te hogy hívják ezt az utcát? Szlávi utca. Ebben a Szlávi utcában úgy érzed magad, mint ízé, papírhajók amit, és gömbök? Nem. A Szlávi utca az úgy jött, hogy a börtön speciál, mert ez a rács, ez olyan, hogy nem tudok onnét szabadulni. Nagyon-nagyon sok barátom van ott, csak ez most a képből nem igazán tűnt ki, mert nem voltak otthon, és üres utcát kellett fölvennem. Úgyhogy ez a Szlávi utca, ahol én nagyon-nagyon sok időt eltöltök. És szereted ezt a Szlávi utcát? Igen. Hát ez nem derül ki, Bogár. Épp az ellenkezője derül ki. Az derül ki, hogy ebbe a Szlávi utcába, hogy úgy mondjam, te bezárva érzed magad. Nem tudok szabadulni. De azt mondtad, nem azért nem tudsz szabadulni, mert onnan be vagy zárva, hanem azért nem tudsz szabadulni, mert ott, mert ott a jó kapcsolataid van. Akkor légy szíves, ezt valahogy filmezzük le. Mert most, ha ezt az anyagot összevágod, és a Szlávi utca is bekerül, akkor azt hittem, hogy azt akarod kifejezni, hogy te be vagy zárva ebben a Szlávi utcából, és a sors nem enged ki belőle. És akkor ez egy hazugság, a saját fölfogásod szerint, igaz? De akkor tessék ezt megcsinálni. Na, mit szólunk hozzá? Nekem nagyon tetszett, nem volt vége. Hát volt egy vége, amit nem oda vágott, ahol így csinál. Igen. Ahol összefoglalja, hogy ez vagyok, annélkül, hogy mondaná, nem? Igen. Szóval ez egy vágás, teljes igazad van. Valami más vélemény? Ellenvélemény? No? Nincsen. Neked is tetszett? Nekem is, nagyon szép van. Igen, na de én, szóval volt itt egy ígéret is, szóval ez te vagy, mehetünk előre egy pillanatra? Én most elmondok, tudnilik volt egy ígéret is, volt egy másik koncepció is, hogy ez a utca. Igen, na most én tényleg próbáltam, de ugye... Nem, jó, rendben van, csak kontrolláltam, hogy nem vagyok Alzheimeres. Nem, szeretném. Szóval ez az egész az úgy történt, hogy ott volt a Szlávi utcáról egy kép, és utána, hogy ott tényleg minden van, ott van örömöm, ott van bánatom, ott töröm a fejem, és ez csak így sikerült megvalósítanom.
Ha ezek a gomb... I'm Ringo and I play the drums. És a frizura? Nem is tudom, egyik reggel így ébredtem. Szeretem ezt a fajta zenét, amióta először hallottam. Egyszerűen jó, jó zene. Ez minden? Igen. Igen, na. Egy snit hiányzik ebből. Igen. Hogy a izé. Tudni illik, amiután bemutatod a négy bit lesz, mint gombát. Rotyogó zsírba bele. Tessék. Illúzió romboló. De hát az a vicc, hogy ennek, hát az is, ezt az illúziót akarta dombolni azáltal, hogy föl. Akkor csak panírozd be, jó, ne tedd bele a ízébe. Szóval valahogy azt a négyet bekéne a tojásba, vagy a prézli, érted? Ja, hogy a sima gombába a lesz sima gombá, egy átalakult. Igen, a sima gombá, ízét, négy gomba úszik a tojásba, és be a prézli, és akkor, jó. Hogyha azt eszed, akkor, me, akkor, akkor őket magadba fogadod, érted? Akkor el van mesélve a vége. Tehát mielőtt megeszem, az elébe vágni. Az elé, elhelyezve, gomba. Négy gomba úszik a zsírba. Tojás, nem, a tojásba. Jó. A sárga tojásba, szép. És aztán aztán beleugrálnak a izébe, a prézlibe. Jó. És te meg így nézel ki. És aztán megeszed őket. A többi stimmel, csak ez hiányzik, hogy elkészíted magadnak a Beatles-t, és magádévá teszed. Mint, mondom neked, mint a megváltó testét. Jó, rendben. Azt próbáltam, hogy nem életfilozófiát, meg szimbólumokat, hanem olyan mozdulatokat, amit minden nap csinálok, csak észre se veszem, mert én vagyok. Jó, ez ki is jön, szóval együtt a izével, a klaviatúrával, a zenéléssel és a végső saját magad leállításával kijön, ez a mechanikus rendben be magadat megpróbálod tartani. Érted? Úgyhogy a stimmel. Azért zavar annyira, hogy ez a két kép nem olyan jó, mert ott is rendet próbálsz tartani a képbe. Addig. És azután is, még egy ideig. Remekül annak megcsinálva a pirítós. Jó. Lehet, hogy így van. Tehát... Úgyhogy ezt tudom csak mondani.
m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Sans toi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours. Sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam. Dès je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours. Sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam. Dès je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam. Dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam. Des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes.
toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. J'en ai tout un seul pêle sur cette terre qui bat comme un cœur de moi. De ché? Kettő képzavart. Melyik? Az egyik, amikor a fűszernél bevágott két rácsot. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Én úgy fogtam föl, mint két töltelék szavat egy költőnél, aki érzi, hogy a hossz miatt van neki szüksége még két szótagra, és betesz aránylag két használ. Ezt értsétek meg, hogy itt arról van szó, amikor jó is ez a dolog, meg amikor egy kicsit kritizáljuk, hogy ő nem egyszerűen csak egy önarcképet csinált, hanem egy filmverset csinált, aminek úgy mondjam, verslábai is vannak az ő érzetében. Tehát néha érzem, hogy ezek töltelék képek arra, hogy a ritmust itt megtartsa. De engem kizökkentett mégis. Jó, hát azért mondom, de hogy ezt... De voltak szóval belső képek, tehát a képről, a földgömbről, ezek mind belül vannak, és akkor bejön egy kinti, nekem nyilvánvaló, hogy egy lépcsőházas kép. És mivel a lépcsőházban közben megy valaki, kin valami zajlik, és ebből jön be egy kép a szobába, ezért engem ez ezért zavar. Ez a lépcsős dolog, mert én meg nem tudom, hogy mi az. Ez te vagy, ez jut neked először eszedbe, amikor a házadat látod belülről? Mert nekem is van egy ilyen kép, amikor az jut eszembe, hogy a ház, amiben lakom, akkor nekem is van egy kép, ami rögtön ott van. Neked ez a lépcsőház? Nem tudom. Nem értem nagyon a kérdést, nem ide vág szerintem. De... Mert akkor viszont nem értem, hogy... Az kérdé, Hajas, hogy miért használod, szóval miért használod, mint rímet, vagy mint izét, a lépcsőt, a lépcsőn, a fölmenet. Hát magáért, a lépcsőn való fölmenetelért. Na most állj, itt most lassan. Itt most van egy szép poén, hogy oda teszed a izét, és mutatod. Ugye van valaki ottan. Mindegy, hogy... Most én a filmet nézem, nem tudom. És ez az áttűnés van későn. Nekem. Ezt elmondom, te azt mondtad, hogy így akarod, de én elmondom. Muszáj volt valahogy összerakni, tehát én ezt csak úgy tudtam. Álljunk meg egy pillanat. De hát áttűnés bármikor beletehetett, hogy hozzányúlnak a kanálhoz. Nem érted, ennek érzelmi tartalma van neki, ami nagyon tetszik nekem. Nem, eddig azt hittem, hogy itten főzöl magadnak. A film egy bizonyos magányt sugal végig. Lépcsőstől, temetőstől, mindenestől.
A film egy bizonyos magányt sugal végig. Lépcsőstől, temetőstől, mindenestől. Most egyszer csak kiderül, hogy azért lett ennyi kaja, mert ott ül valaki szembe. És közben mernek is egyébként. Jó, de ez azt jelenti csak, ha megmozdul a merőkanál, érted? Szóval, hogy mikor mozdul meg, annak nagy érzelmi töltése van. Engem nem annyira az asszociációk zavartak, abban elfogadtam, hogy néha hasal, hanem amikor az a ritmus, amit kiválasztott magának egy pillanatra, nem stimmelt. A képek belső zenei ritmusa. Én azt... De különben... Ami biztos történni fog, nem tudom. Nézd meg, ha valamit ebből el tudsz fogadni, a te dolgod, ezzel szóval ez az az eset, gyerekek, amikor ő nem, tulajdonképpen nem egyszerűen önmagát mutatja be, hanem azt a fajta, hogy mondjam csak, ritmikus hangulatot, amiből általában él. Szóval egy vers formájában, amit én nagy élvezettel néztem, és csak akkor estem ki belőle, amikor úgy éreztem, vagy akkor zavarodtam meg egy picit, amikor úgy éreztem, hogy a verslábak ritmusa egy pillanatra nem stimmel. Nem jól van ez így, úrnőm. Folyvát csak, emészti magát. Szóval lány szakácsnél elmentek szamócát szedni. Minden teremtett lélek örül az életnek. Még a macska. Még az is a maga élvezetét hajhásza. Madakint sétálgat az udvaron. Madarat fogdos. Csak az én úrasszonyom ül itt napozhat a szobában, akár valami kolostorban. Soha semmi öröme. Ami sok, az sok. Édes tovább egy éve ki sem mozdul a házból. Nem is fogok soha sehova. Minek az én életemnek már vége. Az uram a sírban, én meg a négy fal közé temetkeztem. Hát nem mondom. Mind a ketten halottak vagyunk. Hát nem mondom. Hallgatni is rossz. Igazán. Nikolaj Mihajlovics meghalt. Isten nyugosztója, mennyi világosság figyeskedjék neki. Meggyászolt annak rendes módja szerint. Lehet egyszer végét kell vetni. Nem lehet örökké sírdogálni, meg gyászruhát viselni. Nekem is elhalazott annak idején az anyjukon. Meggyászoltam, megsirattam, hogy egy hónapig aztán azzal elég volt. Csak nem fogok egy életemet csinálkozni egy vénasszony miatt. Eltetszett feledkezni a szomszédokról. Sem maga nem megy sehová, sem másokat ide be nem ereszt.
Úgy jönünk itt engedelmet a szóért. Mint a pók. Elbújunk a napvilág elől. Még ha nem volnának jóra való emberek a közelben, értenél. De hisz az egész járás tele van úriemberrel. Réblobban egy egész ezred állomásozik. Tisztjeik mind a skatujával húzták volna ki őket. A táborban péntekenként bált rendeznek, a katonazenekar pedig minden áldott nap játszik ott. Ej, ej! Lelkem úrnőm. Fiatal. Szép. Arca, mint a hamvas barack. Hát miért nem él a kedvére? Elröpül vagy 10 esztendő, aztán maga is szívesen elpáváskodna majd egy kicsit. Csavargatná a tiszturak fejét. De akkor? Már késő lesz. Megmondtam már neked, ilyesmiről nekem ne beszélj. Tudod jól, az én számomra azóta Nyikolá Mihályó is meghalt, az életnek semmi értéke. Olybá veszel, mintha még élnék, pedig ez a puszta látszat. Megesküdtem rá, hogy ezt a gyászruhát a sírig le nem vetem, és a világtól félrevonulva élem le napjaimat. Érted-e, mit beszélek? Hadd lássa a megboldogult szelleme, mennyire szeretem. Tudom, előtted nem titok, hogy a megboldogult nem ritkán kegyetlen, igazságtalan, sőt, olykor még hűtlen is volt hozzám. De én hű leszek hozzá, mint a sírig, megmutatom neki, hogy tudok én szeretni és megbocsátani. Azt akarom mondani, a síron túlról is olyannak lásson, amilyen életében voltam. Ahelyett, hogy ilyeneket beszél, mindenki inkább a kertbe sétálni. Fogadná be a Tóbit, vagy a Óriást? Egy kicsit mennyiségben. Szegény uram, hogy szeretted Tóbit? Mindig belekocsizott át Karcsoginékhoz, vagy Blaszovékhoz. Milyen szép volt a lelkem, amikor teljes erővel rövidre fogta a gyeplőt. Emlékszel? Hely, Tóbi, Tóbi. Elígy mondd meg az istálóban, adjanak neki ma dupla porciózabot. Banancs erre. Ki lehet az? Mondd meg, hogy senkit sem fogadok. Banancs erre. Meglátod, Nikolász, hogy tudok én szeretni és megbocsájtani. Meglátod, hogy az én szerelmem el nem alszik mindaddig, amíg szegény szívem megszűnik dobogni. Hát nem bánt a lelkiismeret? Én a te jó hű kis feleséget begubóztam, és hű maradok mind hozzád, mind a sírig te meg. Hát nem szégyeled magad, férjecském? Megcsaltál, jeleneteket rendeztél itt nekem, 7 számra magamra hagytál. Egy úrkereső asszonyomat látni szeretné. Remélem megmondtad, hogy az uram halála óta senkit se fogadok. Mondtam, kérem, mondtam, de az úr azt mondja, nagyon fontos ügyben jár. Nem fogadok. Mondtam, az örök tudja, miféle ember ez az úr. Káromkodik meg. Erővel betör a házba. Már az evédlőben tart. Hát jó, vezesd be. Milyen neveletlen emberek vannak. És mennyire terhemre vannak. Hát miért nem hagynak engem békén? Hiába már látom, csak ugyan kolostorba kell vonulnom. Igen, kolostorba. Szóval ennek az egész gyakorlatnak a fő célja nem az, hogy itt most jó vagy rossz, vagy leleplezzük, vagy hogy mikor jó vagy, vagy nem vagy jó, hanem hogy megmutassuk a színészi játék különbségét a színpadon és nektek is a filmkamera számára. A színpadon nektek úgy kell játszani, hogy ott, aki a legtávolabb ül is, hallja meg, lássa, amit mondotok. Tehát, hogyha te itt ülsz, kihasználva a színpadi teret is, hogy ott, és azt akarod neki mondani, most ebben a jelenetben nincs, hogy halkan kell beszélnünk, mert hallják a másik szobába, akkor úgy kell mondanod, hogy halkan kell beszélnünk, mert hallják. Szóval őnekik is kell hallani. De ezt filmen csináljuk, akkor az borzasztó lesz, mert azt kell mondani, hogy halkan kell beszélni. És itt a mikrofon akkor. A filmen az az érdekes, hogy én minden pillanatban olvasom a gondolatot, amiből a mondat megszületik. Ezt a színpadon is el kell játszani néha, de olyan eszközökkel, hogy azt lássák hátul is. A filmen olyan eszközökkel csak kell eljátszani, hogy a gép lássa, amelyik közel kerül hozzátok. Minek következtében nagyon folyamatosan kell tudni a színésznek, és fel kell tenni a rendezőnek azt az asszociációs folyamatot, ami a színészbe játszódik.
A végén kettőtök között kialakul egy viszony, ami nagyon stimmel. Ő lakályként viselkedik, te pedig úrnőként. Itt az elején ez a viszony, hogyha én nem ismerem a darabot, és nem tudom, hogy ez tulajdonképpen miről szól, akkor most nem értem, hogy ez itt a unokatestvéred, a nagybátyád. Szóval van itt egy különbség, hogy neki egy öreg embert kell játszani, vagy egy idősebbet kell játszani magad, de ez a viszony kettőtök között nem eléggé tisztázott itten. Milyen alapon kezded mondani a monológot? Mit döntöttetek el, mikor elkezdtek? Áron, ez minden nap lenyomja egyszer, és pont eljött az... Ez egy ilyen szokásos monológ, amit lezavar minden áldott nap, és ezen a napon is most pont jó erőben érzi magát ahhoz, hogy lenyomja. Vagy ami ilyesmi. Nem jó van ez így, úrnőm. Folyvát csak, emészti magát. Szóval én csak azt szeretném, hogy ha valamit most ne kezdjünk el, ha csak annyit, hogy ezt a izét megnézed és letörlöd, mert nincsen rendesen megcsinálva, de nem ilyen dühösen, csak visszarakod a helyre, megnézed, de közben ez a guta emiatt, a nő miatt, akit látsz a tükörből, jó, te mit csinálsz az elején ottan? Én abszolút magammal foglalkozok, csak úgy, hogy jaj, de szép volt, jaj, de szép vagyok, de kár, hogy nincs itt Nikolaj, de azért milyen szemétláda volt, vagy ennyi az egész. És a Nikolájon gondolkodunk? Hát, inkább magunkon. Magunkon gondolkodunk. Mm. Mit gondolunk magunkról? Hát, hogy én milyen hűséges vagyok, milyen szeretetreméltó vagyok, milyen kedves vagyok, hogy szerettem én Nikolájt. De a guta üt meg? Hát, van benne valami, de ez... Ezt nem valljuk meg másnak, de magunknak egy kicsit. Ugye? Igen. De ez egy szerep, amit játszik. Erről van szó, de ez a különbség, hogy magad előtt néha a szerepből kiesel, itt a tükörben látom. A guta üt meg, érted? Isten itt ennek az egész szituációs, milyen jó lenne tényleg. Valami történne, de mihelyt ez az ember ide nézné, és csak ide? Abban a pillanatban visszamész ebbe a szomorú izébe. És akkor kezd mondani? Nem jó van ez így, úrnőm. Folyvát csak emészti magát. Szóval egy szakácsnyi elmentek szamócát szedni. Próbáld neki mondani ezt ide a tükör felé. Nem köp pont be, hogy lát, csak úgy egy picit. Nem jó van ez így, úrnőm. Folyvát csak emészti magát. Szóval egy szakácsnyi elmentek szamócát szedni. Minden teremtett lélek örül az életnek. Még a macska. Még az is a maga élvezetét hajhásza. Odakint sétálgat az udvaron. Most az lenne az izé, hogy miután te itten másra gondoltál, és ő most itt elkezdi, tudod, hogy most ide nézhet rád bármelyik pillanatra, tehát így, ahogy most sem rendbe hozod az arcvonásaidat erre a szomorú özvegyre, majd elkezded a pamacsolást. Na most veled azt csináljuk, hogy itt te vagy a felelős ezért a rendért. És tulajdonképpen ezért a nőért is, akire nem, ez nem megy. Azt is csinálhatod, ha akarod, hogy arrébb teszed, hogy megcsinálod a csengőt, aztán elmondod neki arra felé, és aztán átteszed ide ezt, ezért miközben szidod. Igen, anyám szokta ezt csinálni, hogy felelősnek érzi a rendért magát, és mindent egy kicsit arrébbra Na látod, hogy tudod, hogy így van. Igen, de nem dühösen, finom, ezért méri, mert itt mindenki hülye, itt nem tudja senki, hogy 20 centivel arrébb az egész világot jelenti. Ugye, te is tudod. Na ez a figura az anyád, ebből a szempontból. Mert te vagy itt az apa most, arról szól a jelenet, nem? No? Elröbül vagy 10 esztendi, aztán magácska is szívesen elpáváskodom vagy egy kicsit. Csavargatnám tiszturak fejét. De akkor? De most próbáld meg ezt itt a bál körül. Fordulj, eddig csak ide-ide vetetted. Most nézd meg, és te tudod,
ha te valóban egy ilyen öreg, vén róka vagy, te tudod, hogy ez a nő nagyon szeretné, csak nem engedi meg magát. Tehát most próbálj. Szóval most próbálj kapcsolatot, szóval most próbálj neki mondani a izébe. Réblobban egy egész ezred állomásozik. Tisztjék, mint a skatujából húzták volna ki őket. A táborban péntekenként bált rendeznek, a katonazenekar pedig minden áldott nap játszik ott. De most, de úgy mond el, mint aki ez csábított. Réblobban, szóval arról van szó, hogy ez a ilyen nő ne, próbálj befordulni teljesen rá, hogy lásd őt. Látod őt? Most talál lehetőség van. Hát ottan egész nap, egész héten bálkan. Ottan állandóan, hát hogy lehet ezt kihagyni, az van mögötte? Szóval ne hadard el neki, hanem most, eddig mondtad magadnak. Néha hadarban, néha eszedbe jutott egy egyér. Most úgy veszed észre ezzel a mozdulattal, amit csinált, hogyha meg tudja tartani a mozdulatot, hogy itt valami lehetőség van. Megmondtam már neked, ilyesmiről nekem ne beszélj. Tudod jól, az én számomra azóta, hogy Nyikolaj Mihajlovics meghalt, az életnek semmi értéke. Olybá veszel, mintha még élnék, pedig ez a puszta látszat. Megesküdtem rá, hogy ezt a gyászruhát a sírig le nem vetem, és a világtól félrevonulva élem le napjaimat. Érted, mit beszélek? Nagyon sajnáld magad, itt kezdődik a sírás alapja majd. Itt kéne megjelenni a könnyeknek majdnem a szemedbe. De ez... Tudom, hogy nem ez megy. Ez is egy állarc. Hát persze, de hát ez egy kiváló színésznő. Ez nagyon könnyen tud sírni, most nem tudjuk ezt elérni majd. Nem azért, nem a férjén sír, magát síratja. Ő tudja, hogy a Palinak van igaza, ő tudja, hogy kell menni, de ebből a izéből sír, nem azért, mert a férjét síratja. Ha valaki megérti a jó színjátszás alapjait, akkor megérti azt is, hogy kell csinálni dokumentumot, tehát hogy kell, sőt, kap egy kis pszichológiai, szóval ez összefügg egy alapvető pszichológiai tanulmánnyal. A való életben, ha odafigyelsz, akkor látod az illető arcán, hogy hazudik, félig hazudik, körülbelül mondja azt, amit akar, általánosságokat akar, mert takarni akarja az összes gondolatait, de néha egy bakiba megjelenik, vagy egy mozdulatba, vagy egy... Szóval valamiben. Na most... Arról van szó, hogy itt is az történt, hogy megpróbálta az ember ezt a folyamatot beállítani, ami persze a lánynál egy picit jobban sikerült, mert közelebb van korilag azokhoz az érzelmi folyamatokhoz, amiről szó van. A fiúnál is sikerült, de egy más szinten, mint ahogy a Csehov darabban van. Mert mit tette volna öregebbé, ha ebből lett volna egy kis irónia. Ha én olvastam volna, amikor ő ránéz a tükörben, próbáltam el, én is ezt nem egészen sikerült, hogy ő nagyon jól tudja, hogy ez a nő már nagyon szeretne ott lenni ezeken a bálokon. Nem akarom finom vagy erősebben kifejezni, hogy mit szeretne. Tessék! Nem jó van ez így, úr, nem? Folyvált csak, emészti magát. Szóval egy szakácsnyi elmentek szamócát szedni. Minden teremtett lélek örül az életnek. Még a macska. Még az is a maga élvezetét hajásza. Alkint sétálgat az udvaron. Madarat fogdos. Csak az én úrasszonyom ül itt naphozott a szobában akár valami. Kolostorban. Soha semmi öröme. A sok. De tovább már egy év vagy ki sem mozdul a házból. Nem is fogok. Soha sehova. Minek? Az én életemnek már vége. Az uram a sírban, én meg a négy fal közé temetkeztem. Mind a ketten halottak vagyunk. Nem mondom. Hallgatni is rossz igazán. Nikolaj Mihajlovics meghalt, Isten nyugosztalja, mennyi világosság fényeskedjék neki. Meggyászolt annak rendje és módja szerint. Hát egyszer... ennek végét kell vetni.
Nem lehet örökké sírdogálni, meg gyászruhát viselni. Nekem is elázat annak idején az anyukom. Meggyászoltam, megsöröttem, vagy egy hónapig aztán azzal elég volt. Nem fogok egy életen csiránkozni egy vénasszony miatt. Eltetszett felejtkezni a szomszédokról. Sem maga nem egy sehová, sem másokat ide be nem ereszt. Hogy élünk itt engedelmet a szóért? Mint a pók. Elpújjunk a napvilág elől. Mikor nem volnának jóra való emberek a közelben érteni. Érzed, hogy most születnek a... Az járás tele van úriemberrel. Réblóban egy egész ezred állomásozik. Tisztjeiket mind a skatujából húzták volna ki őket. A táborban péntekenként bált rendeznek, a katonazenekar pedig minden áldott nap játszik ott. Eljje, lelkem úrnőm. Fiatal, szép, arca, mint a hamvas barack. Hát miért nem él a kedvére? Az a szépség sem örökké való. Elröpül vagy 10 esztendő, aztán magácska is szívesen elpáváskodna majd egy kicsit. Csavargatná a tisztulak fejét. De akkor... Késő lesz. Én megmondtam már neked, hogy ilyesmiről nekem ne beszélj. Tudod jól, az én számomra azóta, hogy Nyikolaj Mihajlovics meghalt, az életnek semmi értéke. Újba veszel, mintha még élnék. Pedig ez a puszta látszat. Megesküdtem rá, hogy ezt a gyászruhát a sírig le nem vetem, és a világtól félrevonulva élem a napjaimat. Érted, mit beszélek? Hadd lássam a megboldogult szelleme, hogy mennyire szeretem. Tudom, előtted nem titok, hogy a megboldogult nem ritkán kegyetlen, igazságtalan, sőt, olykor még hűtlen is volt hozzám, de én hű leszek hozzá, mint a sírig, és megmutatom neki, hogy mondani. Én tudok szeretni. Nem volt kész a szöveg. A síron túlról is olyannak lássa, nem ilyen életében voltam. Ahelyett, hogy ilyeneket beszél, menek inkább a kertbe sétálni. Fogadná be a Tóbit, vagy az Óriást. Egy kicsit vendégség a szomszédokhoz. Szegény uram! Szegény uram, hogy szerette Tóbit? Mindig vele kocsizott át Karcsoginékhoz vagy Blaszovékhoz. Milyen szép volt a lelkem, amikor teljes erővel rövidre fogta a gyeplőt. Emlékszel? Hely, Tóbi. Erig mond meg, adjanak neki ma dupla porció zabot. Parancsára. Ki lehet az? Mondd meg, hogy senkit sem fogadok. Parancsára. Meglátod, Nikolász, hogy tudok én szeretni és megbocsátani. Meglátod, hogy az én szerelmem el nem alszik mindaddig, amíg szegény szívem megszűnik dobogni. Hát nem bánt a lelki ismeret? Én a te jó, hű kis feleséget begubóztam, és hű maradok hozzád, mind a sírig te meg. Hát nem szégyeled magad, férjecském? Megcsaltál, jeleneteket rendeztél itt nekem, 7 számra magamra hagytál. A gyúr keresi asszonyomat. Látni szeretnél. Remélem, megmondtad, hogy az uram halála óta senkit sem fogadok. Mondtam, hogy kérem, mondtam, de az urat sem hallgat, azt mondja, nagyon fontos ügyben jár. Nem fogadok. Mondtam. Az ördög tudja, miféle ember ez az úr. Káromkodik. Meg erővel betör a házba. Már az ebédlőben tart. Hát jó, vezest be. Milyen neveletlen emberek vannak. Mennyire terhemre vannak. Mit akarnak tőlem, miért nem hagynak engem békén? Hiába. Már látom, csak ugyan kolostorba kell vonulnom. Igen. Kolostorba. Kész! Most nem arról van szó, ezt megcsináltuk a jelenetet a legjobban, arról van szó, hogy azt akartam követni, hogy az ő játékuk folyamatos, hogy elérhető-e, hogy az ő játékukat folyamatosan elhiggyük, hogy az történik mögötte. Tehát, hogy mindig azt ellenőrizzük, hogy mi történik bennük. Mert látottjátok, hogy milyen élő, amikor bárhova ide-oda vágok, megy az élet, ő bennük, akkor is, amikor nem mondanak egy szót se, és a stimmel azzal, amit mondanak aztán. Eltetszett feledkezni a szomszédokról. Sem maga nem megy sehová, sem másokat ide be nem ereszt. Úgy élünk itt engedelmet a szóért, mint a pók. Elbújunk a napvilág elől. Eltetszett felejtkezni a szomszédokról. Sem maga nem egy sehová, sem másokat ide be nem ereszt. Hogy élünk itt engedelmet a szóért?
mint a pók. Elpújjunk a napvilág elől. Még ha nem volnának jóra való emberek a közelben, értenél. De hisz az egész járás tele van úriemberrel. Réblobban egy egész ezred állomásozik. Tisztjeik mind a skatujával húzták volna ki őket. A táborban péntekenként bált rendeznek, a katonazenekar pedig minden áldott nap játszik ott. Még ha nem volnának jóra való emberek a közelben, értenél. De hisz az egész járás tele van úriemberrel. Réblobban egy egész ezred állomásozik. Tisztjeiket mind a skatujából húzták volna ki őket. A táborban péntekenként bált rendeznek, a katonazenekar pedig minden áldott nap játszik ott. Ej, ej! Lelkem úrnőm! Fiatal! Szép! Arca, mint a hambas barack. Hát miért nem él a kedvére? Elröpül vagy 10 esztendő, aztán maga is szívesen elpáváskodna majd egy kicsit. Csavargatná tisztulak fejét. De akkor? Már késő lesz. Ej, lelkem úrnőm! Fiatal! Szép! Arca, mint a hambas barack. Hát miért nem ér a kedvére? Az a szépség sem örökké való. Elröpül vagy 10 esztendő, aztán magácska is szívesen elpáváskodna majd egy kicsit. Csavargatná a tisztulak fejét. De akkor? Már késő lesz. Ha nagyon szemtelen lennék, akkor ez, amit én itt ma próbáltam mondani, csak mindig nagyon vigyázok, vagy mutatni, ez a színház alapja is. Csak más magaslaton, vagy más mélységbe csinálja, más technikai eszközökkel. Ezt a folyamatosságot, amit a színészi játékban, ezt a belső, a film fedezett föl, hiszen már boldogult Szergej Konstantinov, és hogy hívták, a Stanislavski erről álmodozott annélkül, hogy tudta volna. Ő ugye azt mondta, hogy úgy kell játszani, mintha ott lenne a negyedik fal is. Hát mi ez, hanem a színház, a filmi játék, vagy a televízió előtt való játék. Most hát a történet az a WC-ben játszódik, egy régi fajta WC-ben, ahova le kell menni lépcsőn, tehát a föld alatt van, mesterséges fény, stb. És megjelenik az áldozatunk, ezt látjuk, amint a lépcső sor tetején, még a természetes fénynél megjelenik az arca, és végigkísérjük, ahogy lefárad a WC-be, és onnantól kezdve felgyorsul a dolog, és oda jutunk, hogy mondjuk a WC-s néni azt mondja neki, hogy nem. Tehát nem kéne neki ottan vizelni, ami elég meglepő egy WC-ben, mint tudjuk, ami arra lenne, hogy ott mindenki elvégezze a dolgát. És ezen elkezdenek vitatkozni, és a WC-s néni erkölcsi indokokkal akarja alátámasztani az ő érveit, persze nem tudja meggyőzni áldozatunkat, és oda jut a dolog, hogy aztán a WC-s néni megsértődik, kötöget, meg mi egymást, tehát ott el van magával, és aztán nem sikerül a terve, ugyanis bemegy az áldozat a WC-be, és akkor... Nem sikerül jónak lenni. Hát nem sikerül magyarul. És aztán persze szörnyű hangok, meg egyebek jönnek, és aztán az utolsó képsor az annyi, hogy fölmegyünk a lépcsőn, fölkúszik a kamera szűkülő optikával, és megjelenik az újabb emberke. Az, hogy a WC-ben valami furcsa dolgok történnek, ezt a hanghatást, ezt csak akkor halljuk először, mikor a mi első áldozatunk bemegy. Szóval a film elején, mikor jön lefelé, akkor nem hallunk valamit, ami esetleg... Ez egy hosszú folyamat, amíg ő eljut a WC magjáig. Tehát ott határozatlan a kilincsnél. Annak ellenére, hogy látszik rajta, hogy a lábait összepréseli, hogy
így tartsa vissza. Tehát, hogy mindenképpen megpróbálja visszatartani, és ez egy ilyen belső küzdés is egyben. De hát azért küzd, mert a néni figyelmezteti, nem? Nem, ott még nem, tehát valamiért nem lehet tudni, de határozatlan a WC előtt, meg ahogy megy lefele, tehát lassan jut el a WC-be, de nem tudni, hogy miért. Tehát valamiért van egy belső sejtése, és meg kell küzdenie magával. Annak, hát a lemenőnek van belső sejtése, így történhet valami? Igen, tehát lenne erben utalás. Például látunk egy olyan képet mondjuk, hogy a lépcső aljában, ahol az ajtó van, ott a kilincsen tartja a kezét, és közben reszket a lába, szóval ilyesmire gondoltam. Jó, az rendben van, hogy látom rajta. Tehát csak látom. Ennyi. Én értem, de én, mint színész, én játszom a palit, aki jön. Mit mondasz nekem, hogy mi az, ami miatt sejtem, hogy ez a WC gyanús? Mert tudnilik, azt el kell játszanom, hogy annyira kell, hogy hiába mondja is a néni, mégis megyek. Hallottam már valami hangot? Hát ezt nem tudom, mit mondanék a színésznek. Ez még vagy úgy általában ebben a városban mostában a WC-k gyanúsak? Ez egy másik világ, mondjuk így. Tehát valami ilyesmi, igen. Van már WC-s nénid? Nincs. Mert ez attól is függ, hogy a WC-s nénid. Még egyelőre színészekben nem gondolkodtam. Abba állapodtunk meg, hogy megnézzük, hogy mi történik felvétel közben egy ilyen anyaggal. Mert nem arról van szó, szóval az ötlet maga az jó, és a felvételnél, szóval ezt az anyagot ajánlanám, hogy ott legyünk a felvételnél, mert éppen itt lehet kideríteni, hogy ilyen ötletet, ami le van írva a papírra, az mikor megvalósul, akkor hogyan alakul át, vagy nem alakul át, ez kérdés, ami majd kiderül, valóban filmé. Szóval itt nem arról van szó, hogy amit az előző anyagoknál, hogy én nekem erőszakos akarok lenni abba, hogy még mélyebbre és még mélyebbre. Itt szeretném, hogy az eddigi tanulmányai és gondolatai alapján csináljon valamit, ami egy lezárás, mert ez nem akar filmművész lenni. Plusz ez az, amit a helyszínen ki akarok próbálni, mennyi kell, hogy tényleg az a elég irodalmi dialógus, amiben ez ki van fejtve. Mélységes, hogy uram, én nem ajánlom, hogy maga ezt csinálja, mert itt borzasztó dolgok szoktak mostanában történni, én a maga helyébe inkább, stb. Ez egy bekett jelenet, amiben az illető ugyan hallgat a nénire, de úgy érzi neki, annyira kell, hogy hagyja magát lehúzni a WC-n. És már jön az újabb. Szóval így tűnnek el az emberek ebbe a WC-be. Tényleg, akkor mi lesz, amikor forgatunk? És hogy Isten véletlenül, tehát az embernek foglalkozni kell a színésszel, ez ugye elkerülhetetlen, de azt az ember saját maga teszi meg, tehát... Hogy érted? Ebben te nem fogsz segíteni. Tehát ott fog szépen vigyorgó arccal lenni. Ne, én azt fogom csinálni, megnézem, hogy te mit akarsz csinálni a színésszel. Erről valószínűleg lesz egy véleményem. Ezért én is vállaltam előttetek, hogy dolgozom színésszel, hogy lássátok, lesz egy véleményem a ti forgatókönyvetek és célotok alapján, és akkor félre foglak húzni, és megkérdem, hogy miért, és el fogom mondani, hogy én hogy látom ezt a dolgot, és abból aztán mindenki úgy rontja el az életét, hogy akarja, de meghallgatja, hogy milyen. Ez vonatkozhat színészre, vonatkozhat a beállítás bizonyos. Hát persze, csak nehezen lehet egy színésznek olyan instrukciókat adni, amit ő jó lesz. Tehát ezt kell megtanulni, ugye, ha jól sejtem. És ez nehéz dolog. Tehát nem tudom, hogy... Tehát van egy külön nyelve ennek a dolognak, és hogyha én ezt nem tudom eredetileg már, akkor ez nagyon nehéz dolog. Hát ezért te ott voltál, amikor csináltam a... De te is fogsz nekem instrukciókat, vagy nem nekem, hát a színésznek instrukciókat adni. És nem csak elmondod, hogy mit mondjak majd esetleg, és megbeszéljük, hanem... Tehát, szóval, hogy milyen körülmények között lesz a forgatás, igazából arra vagyok kíváncsi. Na most mi a probléma? Te ott van. Az a problémám, hogy mondjuk, ha én abban gondolkodnék, hogy téged kérlek fel színésznek, WC-s néninek, akkor
az mondjuk megesette, hogy azt elvállalhatod. Tehát nem, hogyha el akarnád vállalni. De ez csak úgy feltételezés, tehát tényleg ez csak úgy eszembe jutott, hogy mi van akkor, tehát hogy ez megfordulhat-e esetleg a fejemben. Mert hogy... Hát, mint tudod, én ilyen nénit játszok. Kiválókat szok. Az nekem egy előnyt jelent, mert akkor mint színész ki, az a legjobb ilyen oktatás, azért... Mint... Akkor most ezennel felkérhetlek erre a szerepre. Kérlek szépen, rendben van. De mondom, az nekem annyiban előnyös, bár nem tudom, hogy most újra vissza tudok-e menni egy jó lelkű néniből, egy vécés nénibe, egy olyan vécés nénibe, ami neked kell, akkor föl tudom tenni a kérdéseket. Például ez a vécés néni, már mindjárt mondok egy kérdést, amin elgondolkozhatsz, hogyha ezt a kérdést föltetted. Lehet, hogy nem fogok most válaszolni, ez nem baj, ugye? Tessé? Lehet, hogy nem fogok most válaszolni. Nem, azért teszem föl a kérdést, időd legyen gondolkodni. Hogy ez a néni tulajdonképpen élvezi, hogy itten beszippantja a vécé, vagy lehúzzák a vécén a palikat, vagy nem? Azt hiszem, ő nem menekül a probléma elől, tehát mondjuk majdnem, hogy élvezi. Tehát egy ilyen... Jó, tudatot, értem, jó, következő kérdésem, nem is kell több, nem. Akkor miért figyelmezteti a palit, ha már fizetett is? Mert amíg nem fizetett, addig szóval tartja, de az egyik poéned az ugye, hogy ez hál' Istennek fizetett. Ő baja, lehúzódott, de a pénz itt van. Neki muszáj ott lennie, mert neki ez a megbízása, hogy ott elmondja, hogy mi, tehát a választásokat, milyen választási lehetőségei vannak egy embernek, aki éppen vizelni akar. Szóval olyan, mint a kivégzéshez kirendelt ügyvéd. Hogy figyelmezteti, hogy lehet utolsó igen, kívánsága izének, és ha nem muszáj, akkor most még kegyelmet is kérhet. Igen. De ezt, mint hivatali teendőjét végzi, vagy jó akaratból? Ő tulajdonképpen egy jó akaratú hóér, ha így. És ő aztán megsértődik ezen mindig. Tehát, és egyre jobban, persze ezt a folyamatot nem tudjuk, de benne van a dologban, hogy előtte már száz és száz ilyen esete történt. És ő mindig van benne annyi, kitartás, hogy ebben a magára maradt emberiségben meglévő problémákat megoldja. De ez muszáj gondolni. Most nem a film dramaturgiáról beszélünk, hanem a színésznek érteni kell ezt. Szóval ez a jó instrukció, amit te kérdés, amiben én mindig kiindult, az abból indul ki, hogy milyen a színész, mit gondolsz, hogy mit tud, de főleg az, hogy a színésznek megválaszoljuk, hogy miért csinálja azt, amit csinál. De ellenkező esetben mindenki csak a dialógját mondja, ami oda van írva. És hallgat rád, hogy most megállít, most így csinál. Csak a folyamat nem jön benne létre, ha nem tudod nagyon érdekesen megmagyarázni neki, hogy vagy pontosan, nem is érdekesen, de pontosan megmagyarázni, hogy e pillanatban mit miért csinál. Ajánlanék még egy felvételt ebben az esetben, majd aztán választasz, ahogy azt a fát eléred, azt a kézét, borzasztóan kell, tehát rohansz, és mikor ide érsz, akkor szorítsz egyet, mert ezért, jó? Rendben. Nézzük meg ezt. Jó. Még hát a drámát elő kell készíteni Zorikát. Közelített, nem tudom. Közelített? Hát azért mondom, ha akarod még jobban, akkor... Nem csináltam ilyet. Mit szokott az ember csinálni, ha nagyon vizelnie kell?
Na, hova üljek akkor? És mit csinálok? Keresztelítvényt fejtek? Hát, szerintem nem muszom ilyesmit csinálni. Hát csak úgy ülök? Igen. Nincs semmi. Elnézést. Itt szépen, arra a szépen. Tessék, tessék. A parókka izére úgy, úgyhogy ezt mégis másképp kell föltenni. Megfelel? Ez lesz az a helyed. Próbáld csak megizélni úgy, hogy a fülem ne lássék hátul. Úgy rájöttem. Meg, úgy gondolod? Jaj, most van, csak mert nem tudom, úgy hátra gyúlok, akkor... Jó, még szorosabb. Szorosabb? Szorosabb. Jó. Nem a hóhírköte, így, né, ó. És még egyet, még egy csomót, egy gyerek. Kibomoljon. Mindjárt jobb, igen. Fül nélkül ez jobb. Na jó. Jó. Akkor először vegyük fel a hágóképet. Nem kéne nekem valami olvasni való, vagy ilyen, ilyen női lap? Nincs a néninek? Kérdezd meg. De a virág az nagyszerű, szerintem... A virág az jó, csak valami az ember nem ül itten csak úgy. Na, az van, hogy te csinálj úgy, mintha nem történne semmi, tehát Miklós itt se lenne, csak egyszerűen olvasás közben odarakod a lábadat, fölrakod. Miklós ezt nem érti, és akkor visszamegy. Aztán megpróbál megint átmenni, de megint odarakod a lábadat, vagy szóval, hogy akkor igen. Megint megvétózod az akciót, és akkor jövök én oda, amikor te fölnézel rá, lassan, amikor már itt van a kamera, hogy ne menjen be oda. Tehát fölnézel ebből a izébe. Nem mondjam kétszer. Nem mondjad kétszer. Jó, értettem. Menjen oda be. Jó. Ezt most felvesszük még egyszer, mert szerintem én egy kicsit elrontottam, de... Igen, egy picit hamar... Kicsit hamarabb kellett volna kapcsolatban. Mert olyan szünetet, mert figyeltem, hogy össze is olyan szünetet tartottam. Nagyon rossz a színésznek, érted, mert a technikára figyel, ahelyett, hogy akkor, amikor másodszor visszament, nem tudsz akkor elindulni, mikor... De persze, csak elrontottam megint. Jó, rendítsek. Amikor másodszor fölteszem a lábamat, indulj el. Ne menjen oda be, na! Éppen itt lehet kideríteni, hogy ilyen ötletet, ami le van írva a papírra, az mikor megvalósul, akkor hogyan alakul át, vagy nem alakul át, ez kérdés, ami majd kiderül, valóban filmé. Szörnyű dolgok történnek odaben. Valami van odaben. Valami van odaben, ne tessék be megcsinálni. Mindjárt bevizelek. Jó, állj, ez megvan. Na? Így nézek fölre. Mehet. Mehet? Igen. Gyerekkorom óta nem hittetek ilyesmivel. Magad nem hiszi el nekem, amit én mondok? Nem hiszem. Ez volt az. Most akkor valószínűleg az lesz, hogy... Fölvesszük ezt az egészet még egyszer a ráfordulással, és én egy kicsit hátrajövök. Tehát nem visszafordulok rá, hanem mind a ketten, tehát kiszélesedik a kép rád is. És ez lesz egészen odáig. Most megkeresem viszont akkor, tehát hogyan csatolom be a folyamatba. Igen, valószínűleg ezt nem fogok most felmondani ennyire. Törődj az időben, hanem, hogy mi lenne jó.
Attól függ, hogy milyen játékot akarsz tőlünk, attól is függ, hogy milyen beállítás jó. Menjünk ide vissza, itt vagyunk, igen. És akkor mondd nekem, hogy nem hiszem. Jó, mert tessék. Nem hiszem. Tényleg? Igen, és ez halálbiztos. Engedje be! Nem engedhetem. Erkölcsi okaim vannak. Én csak jót akarok magának, érti? Jót akar? Akkor engedje be oda! Köszönöm. Nagyon jó. Na most mi van, hogyha ő... Menj csak el mellettem ezzel a mondattal, és most végre elhatársz, hogy bemész a WC-be. Ezt fontos, mondja. De erőre! De ja, kerülj meg, és mondd vissza a pofám ide a fülembe. Pont maga mondja, hát ez nevetséges. Atya úristen, drága jövő. Értse már meg, hogy nem lehet. Jobb lesz a játék is, és megnyersz egy jó beállítást. Mert soha nem lázad föl, érted? Akkor nincs dráma a dologba, hogyha mindig hagyja magát. Igen, már de a lázadás az itt jön. Jó, de valójában már rég eltaposta volna nénit bárki. Nem érted? Nem, mert most ki fog menni, most föladja ezután. Hát itt kell lenni egy lázadásnak, amit én megállítok, hogy ő elinduljon kifelé, és azt mondja, na hát én még soha ilyet nem hallottam, stb. Indul kifelé, meggondolja magát, és megpróbál újra, igaz? Ez korrektül hangzik. Szóval na, muszáj itt lenni egy Hogy képzeltem? Úgy képzeltem, hogy amikor... Tehát ez belefér az, hogy a Miklós megpróbál itt elmenni melletted, és utána visszarántod, de akkor megálltok, tehát hogy ezt az eredeti pozíciót felveszitek, miután visszarántottad onnan. Csinált, azért. Igen, megálltok. Az kell, hogy ő megpróbáljon elmenni mellettem, és én emelhessem a hangomat, hogy írtsam, meg nem lehet. Ó, bocsánat. Jó lesz ez, Miklós, jó lesz. Na? Na, szóval... Na, akkor csináljuk tovább, ezt meg. Tehát, te már mondhatod az én utolsó mondatom alatt. Rendben. Menjél mellé. Akkor engedjen be oda. Nem tehetem. Túl nagy ára van. Intézel a közterületre maguknak. Ez egyszerűen nem... És ezt pont maga mondja, hát ez nevetséges. Értse már meg végre! Köszönöm. Jó volt. Bravo. Bravo, hát mondtam, hogy most jó. Kell venni. Ez olyan dolog, ha sokszor próbáld, akkor jó lesz, és akkor azon gondolkodom, hogy mit csináltam, mikor jó lett. Itt talán nem ott az újdonság erejével ez a 4 méteres repülés hátrafelé. Na. Jó napot! Ne menjen oda be, na! Szörnyű dolgok történnek oda bent. Valami van oda bent. Valami van oda bent. Ne tessék rá, csinálni, mindjárt bevizelek. Gyerekkorom óta nem hűtettek ilyesmilyen. Maga nem hiszi el, amit én mondok? Nem hiszem. Tényleg? Igen, és ez halálbiztos. Engedje be! Nem engedhetem. Erkölcsi okaim vannak. Én csak jót akarok magának, érti? Jót akar? Akkor engedje be oda! Nem tehetem. Túl nagy ára van. Intézel a közterületre maguknak, ez egyszerű nem... És pont maga mondja, ez nevetséges. Értse már meg végre! Hát ilyen nincs. Magának érdekében áll, hogy használjam a WC-t. Én nem tettek arra, hogy a WC szellemének megsérsenek képzelni magát, és egyszerűen szivat, és nem engedi, hogy használjam ezt a rohadt WC-t, még reggel óta nem vizeltem. Tudja, mit fiacskám? Nyugodtan meg. Gyerekek, most már tényleg bemegyek. Mire vár? Mondja.
Tényleg veszélyes lehet? A francba ezzel a villanyjal, ez kell nekünk még. Na, bement, jó! Nehogy mellé vizeljen nekem! Ez csak mint egy cukorka kiosztást engedném meg az ilyen tanfolyamokon, hogy most ebb gyakoroltuk, megpróbáltuk megtanulni, és most gyerekek, miután tudjuk, hogy vannak meséitek, vagy szeretnétek játszani ilyen filmes, tessék csinálni szabadon egy ilyen kis játékfilmet 4-5 percbe, amiben mi segítünk nektek, de ami nem tartozik már. Szóval ez már egy lépés kifelé ebből a tanfolyamból.